Srácok, le akartam menni bányászni videón kívül, hogy legyen vasunk és találjak pár plusz dolgot. De egyszerűen olyan dolgok történnek, hogy muszáj megmutatnunk nektek. Az a helyzet, srácok, hogy ezt mind lencse végre kaptam. Beléptem, hogy lemenjek bányászni, és ki akartam rakni a cuccokat az inventorimból, és arra lettem figyelmes, hogy egy pók megtámadott hátulról. Mi a lószar? Aztán fölrobbant egy creeper a házunkba. És az éjszaka közepén kiteremtem az erdőbe, és olyan hangokat hallottam, hogy nem is mertem futni sem, mert egyszerűen szénné szarta magát. Hon, mi volt ez? De hála Istennek hazaértem, és itt olyan dolgok történtek, hogy egyszer nem is tudom elképzelni, hogy mi a franc. A bányából elkezdtek feljönni a mobok, és a blokkon keresztül láttam valamilyen szellemet is, vagy nem tudom mi volt az. Na, ez mi a szar itt? És arra lettem figyelmes, hogy valami, mintha ütné szét a blokkot. Valami blokkokat ütöget, kibakker. Hallom, hogy ütögetni a blokkokat. És Krisztián nem volt benne a szerveren, ezért tudtam, hogy valami mob lehet, és egyszer csak elkezdte kiütni alólam a talajt valami. Mi a szar? Jó, na én most kilépek. És most itt tartunk. Szóval Krisztián, elindítom. És gyere. Nézzük meg, hogy mi az a mob. Hopp. Abba hagyta. Nem? Nem hagyta abba mégse. Csak elment valahol másfelé. Hol vagy? Mi ez? De miért üti szét? Mi az? Nézzük meg! Hoppa, várjál, ez okos! Mi a fenék? Hogy vannak ezek itt? Hagyjatok békén! És visszateszi! Várja! Följön! Pók! Ne, kiütöttem az ágyat! Őrült! Máté! Várj, ide felrakom az ágyat és okay, nyomj rá! Ezt már nem érik el! Máté! Nyomj rá! Jó, Máté, ki kell költöznünk a barlangból? Én nem tudom, hogy mit kell, de szörnyen, sürgősen, nagyon gyorsan el kell innen menni. Mi ez?! Ez egy banya, nem? Vagy mi ez? Valami varázsló? Máté, nappal van, úgyhogy ki tudunk menni. Mit csinálsz, te őrült? Várjál, le kell pakolnom a sok szüje cuccot, mert nincs nálam semmi hely. Ezt nem hiszem el. Máté, ki kell költöznünk innen a barlangból, nem jó helyen vagyunk. Hát így. Nem is jó helyen vagyunk, csak az a baj, hogy itt van minden cuccunk. Ki kell hordani, el kell innen költözni, Máté. Gyere. Jó, de hova költöz? Hát kinn is ugyanúgy. Nem, ki jó. Nem jó. Hát jobb, mint itt. Nem? Eltűntek csesztek is innen. Hát ránk robbantod a creepert, akkor ne csodálkodsz. Hát jó, de hát basszus. Jó, remélem most nem lement a nap, hanem most jön föl. Hát most jön föl, azt tudom. Jó, építenünk egy házat, Krisz. Csak nem tudom, hogy miből, meg hogy, meg miért, meg hogyan. Nem tudok semmit. Ez azt béna! Na hello srácok! Ez itt. A Horror Minecraft sorozat. Következő része. És sajnos kiüldöztek minket a bányánkból. Ezt nem hiszem el. Olyan... Pedig olyan biztonságosnak éreztem ezt. És egyszerűen nem. Mert jön és betörnek a mobok.
Ja, ez egy új hiszem. Dimenziót nyit meg a Minecraft világában. Máté, hogyha reggel van, akkor miért egyre sötétebb van? Azt megkérdeztem. Nincs egyre sötétebb, most jön fel, ott jön fel a nap. Nem tudom, hogy hogyan kellene ezt megoldani, mert építenünk kellene egy házat. De hogy hova és miből, hogy tudjuk biztonságossá tenni, nem tudom. Egyszerűen. Az a baj, hogy éjszaka is most kim voltam, és egyszerűen nem értettem, hogy milyen hangokat hallok, mert olyan szörnyű volt. Igen, ahogy telik az idő, egyre durvább mobok vannak. Igen, és szerintem most már olyan fejlettnek kellene lennünk egyébként, hogy ezeket túl tudjuk kezelni, de még nem tudjuk, hogy hogyan kellene ezt. Úgyhogy, hát most azt tudjuk csinálni, hogy kiköltözünk, vagy nem tudom, megpróbáljunk itt egy éjszakát. Az a baj, nem jött le. Hát, szerintem. De mi, csak kintről, meg bentről, mindenhonnan törnek majd ránk. Hát az lehetetlen, azt nem lehet úgy túlélni, te őrüld. Hát szerintem se. Valamit kezdenünk kell magunkkal. Most várjál, de visszajöttem be, és itt van egy csomó cuccunk még. Az a baj, hogy nagyon sok dolgunk van. Nem tudom, hogy mi, az a baj, még nem is rendeztem el a ládákat sem, meg semmi. Itt vagy, Krisz? Itt vagyok. Jó. Építsünk egy házat kint valahol. De hova építesz? Hát ott is megölnek. Nem ölletnek meg. Máté, tudom már, hogy hova költözzünk. Emlékszünk, ha elszaladtunk, és ott volt ez a nagy benga szörny. Abban a nagy vörös erdőbe. Vörös fenyő erdőbe. Na, oda kéne költözni. De nagyon akas ötlet. Hát figyelj. Én meg tudod, hogy mire gondoltam? Föl kell öltözni a fára. Tudod, hogy mire gondoltam? Föl kell költözni. Emlékszel arra, hogy az első részben láttunk egy ilyet, hogy Sturdy Stone. Igen. Ami ugye azt mondtad, hogy erős kő. Hát igen. Megpróbálok olyat csinálni, egy csomót, és megpróbálom azzal berakni a padlót, és hát, ha nem tudják szét. Legalábbis remélem, hogy nem tudják. De hogy ástak ide be ennyi idő alatt, azt egyszerűen nem is értem. Hát, valahogy csináljunk már! Jó, hát a Sturdy Stone mondtam csinálom. Én, hogy jó ötlet oda főköltözni, amikor jött a Herobrine az előző részben. Még? Ja, hát amúgy tényleg. Jó, de azt is kiütik alólad, azt meghaltál. Mi a fene? Mi kell halálra ijeszteni? Hoppá! Dobjunk oda be egy kézigránátot! De mi ez a barlang itt alattunk? Hallod? Most nézem, hogy ez egy barlang alattunk. Full igen. Közvetlen alattunk. Vagy csak fölásták ide az útjukat. Üsd! Nem tudod ütni? Mi ez a lila? Máté! Húzzuk innen! Várjál, Sturdy Stone-nal berakom. Semmit nem érted meg! De fog érni, hidd el. Jó. Oké. Szerintem így biztonságban leszünk. Egy darabig bizonyosan. Hoppá, na ez így most már talán jó lesz, Krisz. Ja, még nem jön egy olyan szörny is, ami azt is szét tudja ütni. Hát já, amúgy csinálok egy, ide is egy biztonsági protokollt. Milyen biztonsági protokollt? Hogy ne tudjanak onnan feljönni, mert az előbb onnan jöttek fel. És hát ez nem volt vicces egyáltalán. Hát ezt a biztonsági protokollt tudtam csinálni most, gyorsan. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez mennyit fog érni, reméljük sokat. Sőt, tudjátok, hogy még ezt is megcsinálom. Jó. Hogy még egy pók se tudjon bejönni. De ezek a folyamatos hangok, meg mindenek. Rendesen rosszul van most az ember. Most azt mondtad, hogy most én tök nyugodt voltam, és hirtelen azt mondtad, hogy kezdjük el fölvenni ezt a Minecraftot, és most a szív roham, mert jön rám mindjárt. Hát rám is. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Ilyen rettegeket. Az, amikor megláttam, hogy szedi szét a padlót alattam a mobot, akkor én nem is tudom, hogy mit csináltam. Mi az? Mi? Máté, zárd be! Ez csak egy csont. Nem érdekel. Várj, vigyázz! Eltűnt. Ezt most nem mondod! Mi? Nézz oda fel! Mi az? Ja? Ilyen is van. Hát szerinted? Van. Menjünk be! Gyere be gyorsan! Ah! Ott volt mögötted a Herobrine!
Ez most komoly? Igen. És meg se ijedtél? Várj! Meg se ijedt tőle? Máté, ugye nem játszol együtt össze a híróban. Nem játszol azért, hogy engem na. Megölj. Szóval, van egy olyan sanda gyanúm, hogy le vagyunk maradva a küldetésekkel, és ezért nem tudunk előre haladni. De milyen küldetések? A marhaság, azt se tudom, mi az. Küldetések. A Book of Shadows-t le kell kraftolni. Book of Shadows. Kell nekünk cukornád. Szóval el kéne mennünk cukornádért. Várj, mindent lepakolok, és elmegyek cukornádért. Szerintem az a megfelelő dolog. Azt kell most itt tennünk. Viszek magam a fákját, hogyha esetleg beesik. Mi volt az? Én nem játszok ezzel a játékkal, Máté. Miért most nem? Most már nem a hátam mögött van a Hero Brian, nem tudom, mit csinált. Na? Fog és odafordít magához, és így a pofád elé így. Ez most komoly? Igen. Viszek magam a fákját, hogyha esetleg beesik. Szerintem a sanity-ing nagyon lement. Azért történnek ilyenek. Engem nem van fogsz... Van kajád? Van. Csillagozódok. Kösz. Engem nem fogsz félelembe tartani. Hülye Brian. Hülye Brian. Ott van cukornád. Jó, ez mag is van. Elmegyünk még egy kicsit felfedezni arra felé, hogy hát ha van valami vízbe, jobb... A hideg vízbe? Van valami jobb hely, ahova tudunk költözni, vagy bármi, vagy ilyesmi. Hopp, ott lebeg egy sziget. Oda mi? Kéne költözni a lebegő szigetre. Ide! Ez is sziget. Hát jó, de most mit érsz a szigettel? Még rosszabb is, mert víz. Menjünk el a hülye Brian-tól, az a lényeg. De nem tudunk elmenni. Ott egy láva. Ez láva. Igen, láva, de ez meg már megint valami erdő. Aha, menjünk ide be. Hogy kell biztonságos bázist építeni, srácok, hogy ne tudja bejönni semmi? Krisztián, ne ilyen hevesen, jó? Ne szaladj ilyen hevesen, szerintem lehet, hogy ez nem a legjobb ötlet, hogy ide bejöttünk amúgy is. De hogy is nem, itt lesz egy ház mindjárt, figyeld, 3 másodperc múlva. 1, 2, 3. Hát szerintem, hogyha itt találunk egy házat, az nem a legjobb ötlet, hogy oda bemegyünk. Hova tűntél? Kiszámíthatatlannak kell lenni. Hova tűntél? Arra számítják, hogy mi óvat. Arra számítanak, hogy mi óvatosak vagyunk. Hova tűntél? Azt, itt van valami érc! Hova tűntél? Itt vagyok! Hol? Máté, szóljon ki, lehet, van Iron Pickaxe? Van! Gyere ide! De hova? Azt ott valami benga oltár! Van valami érc, Máté, valami oltár és valami érc. Ja, mert te már befutottál a fák közé. És ott van egy még oltárabb oltár. Igen, és ott is volt valami, ott kinn, valami épület. Gyere, nézd, Máté, ezt figyeld, ott van valami érc. Aha, szerintem ez nem érts. Ja. Undead Unleashed. Grave Soil. Húha. Mi ez? Mit kaptál? Sugarcane. Ja, ez nem az. Grave Metal Scrap-et adott, meg Gold Nugget-et. Let's go. Csak elég susmorgásokat nyomatna, hogy... Hát jó, de jókat ad. Befanoljon valamit dögött. Menjünk ki, Krisz, mert volt ott egy épület. Létszi, nézzük meg azt. Oh. Ott van. Valamilyen érdekes alakú épület. Gyere. Csak vigyázz erre a szakadékra. Vigyázok, nem esek bele, nyugi. Csak siessünk, mert megint mindjárt ránk sötétedik, azt most már nem kéne megengedni magunknak. Látod? Te is? Ja, most már látom. Hát ez valami torony, nem? Ez nem olyan épület, hanem ez ilyen torony. Hát valami, hát de valami... Az ilyen pillager torony, nem? Attól függetlenül épület. Jó napot! Kedves urai! Kedves drága urai! Jó napot! Hopp, várj, ott van egy létra. Jó napot kívánok! Szerinted ez okos ötlet, hogy ide felmenjünk? Szerintem nem. Nem baj, akkor is felmegyünk. Oké. Ez kérlek szépen, szerintem smoker van itt, meg crafting table. Ez kérlek szépen, szerintem az új házunk. Szerintem nem az új házunk. Köszönjük. Potátó! Jó, viszek egy smokert. Máté. Book! Ez az! Na, akkor meg fogjuk tudni csinálni a Book of Shadows-t. Máté, remélem nem jön haza itt az itt lakó. Hát én is. Máté. Ha hazajön és rájön, hogy itt voltunk, és elvittük a cuccát, akkor Máté. Szerintem megvan. Máté, ajajajajaj. Na? Van egy sejtésem. Na, mi a sejtésed? Ja, hogy itt van valami? Esetleg. Ah, hát nem volt semmi, ugye, bár most még kellett be
bányászunk. Máté, pedig szerintem, nézd csak! Na? Fogni kéne, és itt, és kiépíteni oldalra ezt így, négy oldalra, és ott lennének a külön szobák. Szerintem rossz ötlet. És akkor éjszaka. Krisztián! Tudnánk vadászni. Ez egy rossz ötlet, ez egy rossz ötlet. Tudnánk vadászni a mobokat. Nem tudom még, hogy milyen bázist kellene építeni. Ilyet, a mondom. Na, hazaértünk. Vagyis hazaértünk. De most már muszáj lesz itt tölteni az éjszakát, Kriszt. És megpróbálom összeszedni akkor a cuccokat. Várja! Szedjünk virágot, tényleg az jutott még eszembe, hogy az kell. Jó. Van itt valahol? A közelben? Nem tudom. Ja, de Máté, azt mondtuk az előző részben, hogy csinálunk egy rakás nyilvesszőt, nem? De bár. Igen, igen, szóval azt te elkezdhetnéd amúgy gyártani. Kell hozzá leather, valamilyen színezék, animal fat, ami van, és sage seeds, ami elvileg van, mert a Krisztián azt mondta, hogy van. Igen, szóval. Van. Igen, meg kaja is kellene, mert nincs. Tudom, hát most bányászom a búzát, már elég jó. Mondd, hogy van még olyan sage seeds. Hát, hogyha felrobbantattad a creeperrel, akkor nincs, de amúgy van. Igen, itt van egy darab. Oké. Animal fat kell még nekem. Na igen, ezért kellene organizálni most majd, mit hova rakunk. Oké. Book of Shadows. Elvileg. Oh! Még kell halálra ijeszteni, hogy itt kinyitod mellettem a ládát, és nem is szólsz, hogy itt vagy. Azt hittem, hogy amiatt nyílt ki. Ez komoly. Igen. Egyszerre vaut. Na várjál, jaj, ne, ez lehet nem jó ötlet, hogy kinyitom, de... Hé. Hey. Nem tudom semmit csinálni vele. For now, it must be placed on an altar to be read. Hoppá! Itt is van. Forbidden magic. Obtain the Book of Shadows. Szóval, szerezd meg a Book of Shadows-t. Ez az, négy iron ingotot kapunk érte. Na látod? Meg is érte megcsinálni, mondtam is. Craft altar. Oké, okay, csak fa. Kell hozzá, de úgy látom, hogy mahagóniból kell legyen, szóval ültetnünk kell egy mahagóni fát. Ami most van is nálam, kettő is. Szóval akkor kiültetem. Ja, és kell kaja. Van most kaja, Krisz? Hát most szedtem búzát, hát tudsz kraftolni üzét, ha akarsz. Ja, meg itt van Rav Salmon. Benne a ládában, itt van. Elültetem gyorsan, mert már sötét van. Áááá, és be kell mennem! Hú. Rasszalmon, na azt kéne megsütni. Várj, lerakom ezt a smokert, mert úgy látom, hogy ez jó. Oké, okay. Leraktam a smokert, és ebbe fogom megcsinálni a rasszalmonokat. Igen, és van most már potátónk is. Mi az? Semmi. Kijöttek. Jó, van rengeteg tojás is, szóval, hogyha elköltözünk, akkor levághatjuk az összes csirkét, azt majd ott dobálgatok tojást. Oké. Okay. Na, négy iron ingotot kapunk, azt nagyon okosan kell elkölteni. Na, Máté, azt kéne csinálni, mondom, hogy mit kéne csinálni. Crow flute. Varjú furúja. Varjú furúja. Varjú a kedvenc állatom. Ez a varjú irányító botja. Miközben googolsz, és ez van a kezedben, megnyílik a menüje. Aha, jó, szóval ez valami olyasmi dolog, ami valami varázsláshoz. Szóval akkor meg lehet idézni egy varjút? Igen. És azt mit csinál vajon? De ez olyan izgalmasnak hangzik, nem? Ja, tudom. Hát az tényleg izgalmasnak hangzik. Hát az biztos segít majd nekünk valamit. Ja, remélem, hogy fog és megöli a Herobrine. Ja, az jó lenne, bár valószínűleg nem ez lesz. Így bejelenik mögött a Herobrine, és így megöli a varjú. Oké, okay, a Book of Shadows-t azt miért repülök? Mi a szar ez? Csirke van a fejeden. Ja, akkor jó. Nem tudtam, hogy mi van. Így repülök, gondolom, miért repülök lefel a lépcsőn? És miért van csirke a fejeden? És megnézzük, miért még lemegy a nap. Gyere ki utánam. Azt is tojik, és egyből fősedett. Rátojt a fejemre. Na ja. Menjünk be, mert már beesteledik. Fussál már, nem kell itt legugolni. Nem kell itt legugolni, Krisz. Máté. Mi a franc? Mi? Most... Hova lett a csirke? Ja, ja most a te fejedem van. Igen, mert rá kell kattintani. Nézd. Várjál, berakom oda. Meghalt. 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 Itt most, aha. Nem tudom, hogy mi történik ebben a játékban, srácok, de... Én sem. De, vagy azt sem tudom, hogy mihez kezdjünk. De most már nincs is sötét. Előbb tök sötét lett, az most meg már nem is. Na jó van, most már van... Jó, és mit kell csinálni az a furujával? Mahagóni planks és két die. Kell hozzá.
Azt, akkor gyorsan még szedjük össze. De nem tudjuk összeszedni, mert a mahagónit most ültettem el. Van csontparunk? Egy milliárd. Jó, akkor gyorsan, gyorsan, add. Gyors, ott van az izében. Bone meal. Let's go. Megnőtt. Ez az. Ki kell ütni. Várjál, védj meg. Nincs nám balta. Mitől védjelek meg? Hát, hogy ne támadjon semmi hátba. Jó. Oké. Okay. Azaz, futás be. Tájunk van, azt tudunk csinálni. Hát, még gyorsan szedek egy pár virágot. Várjál, itt voltak. Gyorsan! Jó, itt voltak valahol. Szedd már! Itt van. Ja, nem, a spoke háló. Oké, okay, van. Mehetünk be. Siessünk! Miért van ilyen sötét? És miért megy le folyamatosan a sanity? Jó, nyugodjunk meg. Akkor most kraftolászunk. Kell most nekem ilyen. Az altárt azt le is kraftolom, hogy el tudjam olvasni. A Book of Shadows-t. Mert az nagyon fontos. Oké, ezt az altárt ezt ide lerakom. És rárakom a Book of Shadows-t. Megnézzük, hogy... Hopp! Kinyílik. Azt a hogy van ez? Items. Item index. Broom brush. Dowsing rod. Drying back. Book of shadows. Máté, még mindig nappal van. Craft flute. Ja, várjál! Ez segít kraftolni meg ilyenek. Na, Krisztián, tudás? Jön a tudás a fejedbe? Jó van. Igen. Na, megcsinálom ezt a mahagóni flútot. Craft flute. Na és ez mi lesz? Az kró, nem kró. Kró akkor. Kró flute. Follow, gather. Most jut eszembe. Hát ezzel varjut tudsz majd. Itt be lehet állítani, hogy mit csináljon, de úgy látom, hogy kell majd hozzá egy varjú is. Hát de azt idézi meg. De nem idézi hozzá. Meg. Menjék csak ki. Tudod vele irányítani. Máté, de itt tudod, mit láttam? Na mit? Warhammer. Aha, látom. Húzd már innen, ne fordíts már tőlem. Aha, jó, oké. Okay. Okay. Én olvasom, én. Jó, lekraftoltam ezt mortal. A varjú genyát, meg ezt is. Nem tudom, hogy ezzel mit fog tudni kezdeni, de biztos valamit. Mixing cauldron. És mikor lehet elkezdeni varázsolni? Máté! Itt na? Van mortar and prest, le azt kell csinálni, szóval mozsárt. Igen. És bele kell tenni búzamagot, tökmagot, dinnyemagot, beetroot magot, azaz aha. Cékla, meg sage magot. Igen. És magkeverék, és azt írja, hogy a hollók nagyon szeretik ezt, a magkeveréket. Próbáld meg őket megetetni vele, hogy a barátaid legyenek. Hey, má, húzd seed már mixture. Innen. Aha. Oké. Okay. Okay. Jól hangzik. Úgy látszik, hogy éjszaka van. Igen, éjszaka van. És még nem törtek be a zombik. Meg még nem történt semmi olyasmi, hogy halálos lenne. Oké. Okay. Mi volt az? Mi volt az a fény itt? Itt nem állt, tudom. És itt volt valami fény. Mi lehetett az? Nem tudom, de jön az éjszaka. Most már Máté... tudom, hogy mi volt. A híró. Igen. Gyere ide és nézd lefelé. Nézd ide, erre. Megidézem Hero Brian-t. Hero, Biro, Hero Brian. Most azonnal megjelensz. Vagy különben. Megetetlek. Csirke szarral. Hát, úgy látszik Herobrine-ba csirke szart vacsorázik. Várjál, mert itt a Butcher's Delight szó... Oh, kapunk egy csomó kaját, ez az! Na jöjjön, ez az, egy csomó kaja! Na várjál, ide rakok egy chestet, vagy hordót. Kimegyek, Máté. Ne! Nehogy kimenj! Kimegyek! Nem hív mész ki! Hív az éjszaka! Nem hív! Hív az éjszaka! Állítsd le magad! Ah! Ja, az én dobtam el ide, jó. Hülye barom, mit kell ijeszgetni? Mi a fene ez? Mi oké, van itt ez az enyém. Süt a kaját. Jó, csak valamit kezdjünk már magunkkal, ne csak itt áldogáljunk már. De mit kezdünk? Hát nem is tudom, menjünk hogy mit kell csinálni. Menjünk le bányászni, vagy öljünk mobokat, vagy valami. Oké, okay, na, van kajánk, ez már egy jó dolog. Ezt a Book of Shadows-t, ezt nem értem. Ez olyan érdekes nekem. Máté, kimegyek. Zárd be utánam az ajtót. Nem mehetsz ki, Krisz. De hogy nem simán.
Ja, mennyi? Tessék. Irány. Nyisd ki! Mi a fene? Ilyen nagyon izgalmas volt, Krisz? Hát nem tudom, hogy mi van, nem itt sehol semmi, de ilyen hangokat hallok. Várjál, kimegyek megint. Mehet? Mehet. Hol vagytok, dögök? Hova mész? Nyisd ki, nyisd ki! Menjünk le bányászni, Máté. De hova mész? Hát nem tudsz lemenni, hát megölnek. Mindenünk oda. Olyan fegyvereket kell szereznünk. Mennyi nyilvesszőt tudunk csinálni, Krisz? Nagyon sokat, csak kéne ilyen hopper a izék alá, hogy... hogy ki le tud ölni őket. Mert ha megütöd, akkor jönnek rád támadni. Igen, tudom, csak az meg rengeteg vas kell. Azt tudjuk csinálni, hogy leöljük az összeset, és a sok tojást bedobálok, és akkor lesz megint új. Próbáld meg! Jaj, ne megy le a szenitim, mint az állat! Hát nyilván, mert megöled a csirkéket. Neked is kell ölnöd, Máté. Most már muszáj, mert majdnem a felénél lement. Jaj, ne! Mi már volt így... ez? Te is láttad? Igen. Ezt a homályosodást? Oké, neked is fel kéne szedni egy párat. Oké, és ezeket mind-mind le kell rakni, és ollóval szétkeszedni. Szóval ez így jó taktika, mert egy rakás kis csirke lett. Hát egy ideig, mert ugye a hopper az jobb taktika lesz. Oly, mi ez? Creeper, ne menj oda, ne menj oda! Vaj, mindig megijedek ettől a hülye könyvtől. Megint meg akarnak ölni. Oké, na elvileg megvan az összes csirke, bár nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy még van 8. Törd már szét. Ez most komoly. Mi az? Lehet kraftolni izét. Repülő seprűt. Tényleg? Igen. Ez most komoly. Mutasd, hadd nézem meg. Broom brush. Igen, ez adja meg az energiát hozzá. Hú, Máté, elkezdünk farmolni a dolgokat, hogy tudjunk mindent lekraftolni. Hát igen, az fontos lenne, csak nem tudom, hogy hogy kezdjünk hozzá. Krisztián, 64 plusz 44 tal. Abból már tudsz csinálni elég nyilvesszőt? Van egy rakásfánk, csak a mahagónit azt ne használja. Elha lehet. Tudtam, hogy ezt is áttörik! Ez most komoly! Ezek nem átlagos mobok. Hát ezt észrevettem, igen. Ezek... nahon durvák. Na, Krisztián, le tudod gyártani a... nyilvesszőket, akkor lemehetünk bányászni. Ugyanis a nyilvessz... vagyis hogy az íjjal azért elég könnyű. Vagyis hát... könnyebb, inkább ezt mondom. Egy ilyen hátizsákot kellene csinálni, ezt valamelyikőtök tanácsolta is egyébként. Hogy csináljunk. Hát goldingot ott nem hiszem, hogy fogunk tudni szerezni. Woolunk az van, ugye? Hát szerintem van, de hogyha nem, akkor tudunk szerezni. Jó, akkor elkezdem összeszedni a cuccokat a backpackhez. 2 white woolunk van. Jó, kell ölni bárányt. Úgyhogy elmegyek erre felé, és megnézzük, hogy van itt valahol bárány. Plusz kellene, az a spyglass már most már nagyon nagy, el tudják nézni távolra. Jó, csak... hát lesdünk menni a föld alá. Hát igen, most arra gyúrunk, hogy egyenlőre le tudjunk menni a föld alá. Itt van ló, de ló azt szerintem nem fog semmit dobni, szóval főleg nem white wool-t egyébként. Kicsit elmegyek erre kalandozni. Hát, ha találok valami érdekeset, meg ugye bárányt. Még lehet nem a legjobb ötlet bemenni egyedül az erdőbe. Ez a bambusz hely, ez nem olyan jó. Ez annyira nem tetszik nekem amúgy, hogy őszinte legyek. Hát, az nekem se. Ez a legrosszabb hely, amit létszik. Hát mondjuk... így meg aztán főleg nem jó. Hogy ilyen dolgok vannak itt, ez mi a lószar? Ó, de jó, ilyen... ilyen... összetö... mi az? Hát ilyen csontváz hely. Basszus. Várjál, valamit kaptam, valami achievementet. Collect the middle piece of the bone stuff. Ominous bone stuff fragment. Azaz csont... stuff, hát az... csontbot, de... ilyen varázsbot. Varázsbot. Hop, chest. Book and quill. Na, vajon mi lesz beleírva? Nézzük meg, mi az a book and quill, és mi van beleírva. 140. nap. Ez valami napló. Valaki már volt itt előttünk? Lehet a Hero Prime előtt meggonoszodott. Szerintem nagyon sokan voltak itt előttünk, Krisz. Viszek egy rakás csontot. Nagyon sok csontot viszek. Jó, megvan a összes flint.
Már csak kéne még egy rakás gravelt szedni, Máté. És? És tudnánk írtózatosan sok ezért csinálni. Nyilvessződ. Szóval gravelt kellene találnom, igen, ugye? Van lent gravel, ha lemegyünk a bányába, csak ugye mindenféle mobok jönnek ott föl, szóval azt meg kéne oldani. Igen. Óha! Mi az? Egy ilyen elhagyatott ház. Ez komoly. Be kell. És, aha, a nagy lószart elhagyatott. Mi van benne? Hát ég a tűz benne. Máté, be kell menni. Hát szerintem ez nem jó ötlet. Hol vagy, Máté? Oda megyek. Ez valakinek a háza volt. És csipkebogyóval védekezett a mobok ellen. Mert egy ilyen árok van itt körülötte, és ilyen csipkebogyóval teli van ültet. De úgy látszik, hogy nem élt sokáig. Bár ki tudja, lehet, hogy még itt van. Csak elég elhagyatottnak tűnik ez a hely. Krisztián, gyere, minél előbb. Okay. Na látod, ezért mondom, hogy nem jobb elköltözni az erdőbe. Ott áll! Ott áll! Megyek! Hol vagy? Ott áll mellettem a Herobrine! Még nem néztem rá. Ott van! Szembefordulok vele. Gyere, te szemét! Most megkapod! Francba elment. Meg kell próbálni leütni. Nem tudtam, mert elment. Amint rákiabáltam, egyből elment. Várjál, már megyek. Biztos, hogy ő ölte meg szegényt, aki itt lakott. Oké, és mindjárt ott legyek. Ott leszek. Jó, raktam rá fákját. Mi a szar? Ráraktam a fákját, és lejött róla. Jó napot, kedves uram. Jó napot. Máté. Azt hiszem, erre szükséged lesz. Mi? Oh! Kösz! 31! Igen. Az több, mint elég. Krisztián, ez egy ház. Igen, azt szerinted, már szerinted okos ötlet lenne felújítani? Ó, tényleg! Hopp, ezeket amúgy okos ötlet kívánni, mert stringet már megint ez a kis baba zene. Mit csinálsz, te őrölt? Kinyitom az ajtót. Le kell googolni, és úgy kell feljönni. Ó, mi a szar, beraggótam. Ja. Oké. Oké. Halkan. Ez ilyen shulker. Nem shulker, hanem skulk, vagy micsoda. Lehet, hogy ez egy kísértett jártaház. Ott egy üst. Jó. Látod? Máté. Itt a létra. Hogy mászod azt a létrát? Spawner! Milyen spawner az? Nem tudom. Milyen spawner? Ott mutatja, ránézel. Aha. Eltűnik a fákjám, a lerakom. Monster spawner. Ez mi? Ez arany? Nem tudom. Block of gold! Hú, na ezt vízjük innen, gyorsan. Milyen monster spawner ez? Nem tudom, nem hallod látom. A zombi hangot? Szerintem menjünk el innen. Máté, én nem tudom, az milyen monster spawner. De egy biztos. Hogy? Hogy beszartam. Hát én is. Hát lehet, hogy nem a legjobb ötlet ezt felújítani most, ha így belegondolok. Igen, mert? Hát szerinted monster spawner hát van benne. Hát ki kell ütni. Most már tudunk, tudjuk, hogy itt van, gyere, menjünk tovább. Oké, és most tudtam szedni egy rakás gravelt, 58 gravel van az inventorimban. Én elég sok mindent szedtem, ami értékes, sőt ez az 5 block of gold, az nagyon durva. Ott is van valamilyen kút. Igen, kút, az a kút. Nem nagyon volt ott semmi értelmes annál a kútnál, hogy őszinte legyek. Hát jó, de nem tudhatod, lehet, hogy ennél épp lesz. Mikor lesz vége már ennek a... Léci! Á, nem, ez ilyen hülye bauxit, mindegy, azt is elviszem. Na ez viszont vas! Ez az. Találtál vasat? Igen. Ez az. Bejöttem ide egy bányába, és nem tűnik nagyon veszélyesnek, szóval. Szóval bejöttem, és itt kibányáztam. Jól van. Viszont a vas az úgy van megcsinálva, hogy alig lehet észrevenni. Bárányt még nem találtam, pedig azért indultam el egyébként. Ja, ott van. Na, akkor meg is alom. Hú, nézzük. Oké, sikerült. Ja, de amúgy az ilyen grinder itt a kútban. Azt nem lenne érdemes elvinni? Hát lehet, hogy érdemes amúgy. Az valami a föld alatti ház, vagy víz alatti ház. Ez látod? Komoly. Ja, és ott kéményzik. Máté, ússzunk be. Az meg egy tutaj.
Ja, de hogy úszok be, izé egy 80 csirketol van nálam, én azt ott nem hagyom ott. Hát ja, nálam meg 5 block of gold. Ja, Máté, viszont van egy rakás nyilvesszőnk, ami azt jelenti, hogy? Hogy végre föl tudjuk venni a versenyt a mobok ellen. Igen, és le tudunk menni bányászni. Át kéne menni a második fejezetbe itt a küldetéseknél. Mert ez mutatja, hogy hogy kell tovább haladni, tudod? Itt jöttünk rá arra, hogy hogy kell kaját szerezni, meg hogy kell... Akrobat skeleton. Akrobata csontváz. Egy csomó mindent itt jöttünk rá, például az atlaszt is le kéne kraftolni valahogy. Na, hazaértem. Be is rakom a cuccokat ide. Elég sok mindent szereztünk, viszont most le kell kraftolnom azt a cuccot, ami a backpack. Egy sleeping baget akartam lekraftolni, mert ugye az is kell hozzá. Tehát egy ilyen sleeping baget le is kraftoltam. Oké, mi kell még? Goldot is találtunk, kell még chest, és ezek a backpack tankok. Amihez kell üveg, meg 2 ironingot. Szerintem azt most meg fogom tudni csinálni. Úgyhogy akkor megcsinálom a hátizsákot. Szedtem is 12 homokot, az elvileg elég kell, hogy legyen. És nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz az a hátizsák. Szóval kiégetem a homokokat, és megcsinálom a hátizsákot, mert egyébként, ha jól tudom, igen, 1-2, 1-2, van annyi vasunk, 4 darab kell. És nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mit fog tudni az a hátizsák, mert elvileg valamit csak kell tudnia. Hát szerintem nagyobb lesz a inventorid, nem? Valószínű. Valaki írt már valami tanácsot ezzel kapcsolatban, hogy csináljunk hátizsákot, mert hogy az elvileg nagyon jó. 4 darab burkel és 1 darab chest, ami szintén kell, hogy legyen nálam. Oké, 4 ilyen kell. Kell egy goldingot ide, ide kell a 2 backpack Máté. Tank. Várjál, mert most kraftolok. Kell egy sleeping bag, ami alulra kell, és középre kell egy chest. Hú, meg is van. Szóval, oha, Máté. Értem, szóval erre rá kell nyomni. Máté. Igen? Azt a méket halálra ijeszteni, te macsak! Ha, 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 nézd, vedd föl! De hát van még ilyenünk. Azt a szürke lesz a játék! Ja. Így látnak a csontvázak. Így jönnek, és így... Ez nem ezt a páncélt, csinálják. Ha? Hát, nem, elvileg. A fenébe. Oké, itt van ez a standard traveler's backpack. És hogyha ezt benyomom, akkor ide lehet rakni cuccokat. Ez nagyon szuper. És elvileg tudok benne kraftolni, bár ez még nem biztos. De! Tudok kraftolni benne. Ez komoly, akkor azért mondták, hogy ez meg a király. Igen, szóval neked is csináljunk akkor? Igen. Jó, akkor kell még bőr. Oké, meg kell még homok. Ja, meg kell még gyapjú is. Akkor ölnünk kell még mobokat. Gyere, Krisz, még menjünk el egy expedícióra, és kraftoljunk neked is táskát. Azt de jó hátizsákod van. Hogy? Fölvettem, de hogy kell levenni? De király, na menjünk. Nem tudom, valahogy fölvettem ezt a hátizsákat, és most nem tudom levenni. Gyere, Krisz, nem sokára lemegy a nap, még kell egy pár tehenet ölnünk. Jó. Meg egy pár bárányt, hogy meg tudjuk neked is csinálni a hátizsákot. Hopp, ott egy tehén, az már... Jöhet is azta! Hú, ezt megúsztam. Ja, láttam, ott töltél meg valamit. És remélem, hogy ez te voltál. Igen, ez én voltam. Oké, és még kell egy bárány. Hopp, és hogy megjelennek egyből? Amúgy. Csak kérni kell. Oké, meg is vannak. Gyere! Menjünk haza. Ott van az a kristály, amiről beszéltél. Igen, le is akarok oda menni és oda építeni. Mert ugye lehet így előre építeni, szóval hát igen. Krisztián, siess, siess, mert megy le a nap. Gyorsan. Mi az, nem mutatja? Most mutatja, de ugyanúgy glóli csend mutat. Mert valószínűleg amúgy ez semmi, az csak valami dekor. Az szerintem megnő a glóli csend, és akkor ilyen... És ilyen megnőtt glóli csend. Ez csak simán ugyanúgy glóli csend. Aha, szóval nem kristály, gratulálok, szóval szét. Szóval... Á, most úgy mondtad, mint hogy az én hibám lenne. Szóval az álmainkat széttörted. Na gyere fel! Jó, Krisztián, muszáj lesz lemenni bányászni. Most már van hátizsákom, ami remélhetőleg nagy segítségünkre lesz. Pár órával később.
együtt menjünk? Hát menjünk együtt, ja. Igen, ott a vas. Itt víz van mindenütt. Ó! Oh! Mi? Ez nem volt egy gyémánt. De ezt fertőzött, Máté. Ez kamaj. Fertőzött gyémánt. Infected gyémánt. És ez mi a szar? Born in chaos. Tuti kiütöm és felrobbanok. Tudtam! Mi az? Miért kellett? Mi az? Hopp! Mi az? Gyémánt termite sárd. Jó, hát ez egy érdekes dolog volt. Creeper! Mi a... Láttad, és itt nekünk akart lövelni. Mi az ilyen... csont creeper? Jó, meghalt. Miért támadnak most ennyien hirtelen? Ja, eddig nem volt senki. Jaj. Vas. Ja, az jó. Jaj, ne creeper! Hátunk mögött! Nem tudom. Jaj, megint minden zombi. Öld! Mi átlátozott? Mi ez? Jaj, ne is jön egy csomó! Ez te vagy! Jaj, ne te megtámadtál! Ez most kamaj! Igen! Jövök! Vigyázz! No, ez... hol a cuccom? Ott van a holttested! Hol vagy? Na, itt a creeper! Menjünk föl! Lőd le! De már nincs nyilvesszőm, és kell craftolnom! Ezt nem hiszem el. Ne, feljöttek ide! Mindegy, craftolunk nyilvesszőt, akkor meg tudjuk őket ölni. Máté, van 16 nyilvesszőm. Kinyithatjuk nekik az ajtót, és lelőhetjük őket. Jó, várja. Jó, a creeper az oké. Okay. És itt a zombi. Tudtam én, hogy végtelen nyilvesszőt kellett volna crafton, és nem csak 70-et. Vissza tudtad szeretni az utcaid? Igen. Srácok! Az az igazság, hogy eltelt egy kis idő, és nagyon szörnyű dolgok történtek velünk. Például beszartam. Nézzétek, ott van sarok. Már hol is van, hova is szartam, már nem is emlékszem. Már úgy beszartam, hogy nem is emlékszem, hogy hova szartam be. Sajnos... Igen. Na, szóval erről beszélek. Barzalmas dolgok történnek velünk itt, és... Van egy olyan érzésem, hogy el kell hagyjuk ezt a helyet, igen, Christian. És látjátok ezt a izét, srácok? Látjátok itt ezt a... cobblestone-t? Igen. Meséld el, Máté, hogy mi történt. Sajnos nem ment a felvétel. Jött egy csapat ásós zombi, és hát betörtek a házunkba. És sajnos... egy creeperrel az élen. Igen, sajnos betört. Pár creeper is betört hozzánk. Ezért felrobbantották majdnem az összes chestünket. Teljesen tönkretették az életünket, és nem hiszem el, hogy nem vagyunk még itt se biztonságban a föld alatt. Ja, és a Hero Brian is állandóan a házunkban van, és még egy valaki a házunkban járt. Pontosan. Megmutatjuk a srácoknak, Máté. Pontosan. Szóval szerintem... ideje lenne tovább állni, Christian. Magunk mögött hagyni ezt a ronda, macskos helyet. Ja. És elköltözni egy olyan világba, ahol nem bánthat minket senki. Ami nem fog sikerülni, mert ugyanebben a világban leszünk, de legalább egy olyan helyre kéne költözni. Ja, és csináltam ide egy vasajtót, mert szerintem tök király. Egy olyan helyre kéne költözni, ahol nem a barlangban vagyunk legalább. Igen. És egyébként, srácok, ez a környék se valami elképesztően jó, szóval teljesen el kéne innen mennünk egy teljesen új helyre. Tehát ennek érdekében most lementünk bányászni,
Ja, tényleg. És most nézem, nem is mondod, srácok, hogy mi van rajta. Ja, tényleg. Van rajta a Krisztiánon egy ilyen grave metal breastplate, ami egész király. Szóval ennek érdekében lementünk bányászni, és az a helyzet, hogy sikerült összeszednünk egy nagy rakás vasat. Egy párszor meghaltam, de itt van a vas, és minden megvan igazából. Szóval le fogunk mind a kettőnknek kraftolni egy teljes vasszettet most az anyamban. Hogy egy kicsit újult erővel állhassunk neki az útunknak. Igen, és nem ártana nekem is egy hátizsák. Ja, tényleg meg egy hátizsákot a Krisznek. Szóval, Krisztián, tessék, itt van a vasszetted. Vedd is fel. Azt a de király! Ó, milyen menőn nézek ki, mi? Wow, de királyul nézek ki. Azt a kutya pérkentyűjét. Úgy látom, hogy most már nem lesz olyan egyszerű dolguk velünk a büdös szörnyeknek. Oké, okay, plusz neked kell egy backpack szintén, szóval ja, ezt meg is fogom csinálni neked. Kell még bört, tehát csinálok egy olyan butcher knife-ot, megnézem, hogy azzal tud-e adni bört, mert azt hiszem, hogy igen. Itt van ez a cleaver, nem butcher knife, te. És ha a tehént elkezdem szétütni, akkor adott egy darab bört. De ez cowhide, azt ad. Igen. Várjál, várjál, cowhide. Most eszembe jutott valami. Cowhide, leather tenor, és ez mit kell itt? Olló? Három leathert adott. Let's go! Ez így egész jó, azt kell, hogy mondjam. Aha, szóval itt több bört ad, de kevesebb beefet, értem. Szóval, Krisztián, neked is elkészült a hátizsákod. Tessék! Oda is adom, tessék, vedd fel! Oké, okay, és most elvileg, igen, már rajtad is van, és ha a B betűt megnyomod, akkor tudod kinyitni. Oké, okay, és na, rajta van a hátamon! Ez az! Igen, és hogyha a B betűt megnyomod, akkor tudod használni, és itt van elég sok minden funkció, például tudsz benne kraftolni. Az jó hangzik, meg plusz férőhely van benne, mi? Igen. Plusz egy másik dolog, srácok, hogy ezt az Engineers manuált is megnéztem, hogy hogy kell lekraftolni, és ez nagyon egyszerű. Csak egy könyv kell hozzá, meg egy kar. És le is kraftolom. És elvileg írtátok a kommentben, hogy ez valamilyen mindenféle ilyen gépeket lehet itt majd kraftolni, meg mindenféle. Itt van Engineers manuál, és mondjuk nézzük meg a toolzokat. Engineers toolbox. Wow! Igen, és ez segítséget fog nekünk adni, hogy mit hol kell le kraftolni. Heavy plated shield! Aszta! Akkumulátor backpack! Revolver! Ez most komoly! Aha! Ez azt jelenti, amit gondolok, Máté. Meg lehet kraftolni repülő seprűt, és repülő seprűvel lövöldözhetünk majd pisztollyal. Pontosan. Wuuuuh! Már megint itt volt ez a macsak! Máté! Még valahogy túl kell élnünk ezt az éjszakát. És mondom, hogy mi a következő lépés. Na mi? Fölpakolunk, amit csak tudunk. És hátra hagyjuk ezt a helyet. Egy jobb jövőre. Ott áll a Herobrine. Várj, ne nézz oda, ne nézz oda. Várjál, fölhozom az íjamat és oda lövök. Jó. Hol van? Ott áll fenn az ágyon. Nem látom. Te látod még? Igen. Ott van. Nem, váltottam, és egyből eltűnt. Rohadék! Rohadék! Nem hagyja. Nem hagyja, ezt nem hiszem. Szóval, Krisztián, most az éjszakát arra kéne tölteni, hogy minden, ami kelleni fog innen ebből a mocsok pöcegödörből, amit hátra hagyunk, és soha vissza se tekintünk ide, azt rakjuk el, és vigyük el magunkkal, ugyanis ott is szükségünk lehet rá. Ami nagyon fontos, hogy olyan dolgokat vigyünk el, ami pótolhatatlan, mert mondjuk semmi se pótolhatatlan, de hát, nehezen pótolható. Ja. Mondjuk ilyen fát, meg ilyeneket tök felesleges vinni. Grave metal scrap, azt mondjuk ilyeneket kell, meg alumínium, meg ilyenek. Én mondjuk az iron ingotot azért elvinném. Az az elsődleges az dolog. Az én is. Nyilvesszőt is vinnék, mert az is fontos. Ja. Tojást vigyünk, vagy majd fákja. Szedünk új csirkéket. Tojást is lehet, hogy vihetünk. Elviszem az ollót, elviszem a cleavert,
Kaját azt viszek mindenféleképpen, én Iron Nugget meg ilyeneket azt nem viszek, mert az teljesen felesleges. Csontot is vigyünk jó sokat, meg stringet, mert abból lehet pecabotot, meg... Szerintem azokat a eszközeimet is, amik már megvannak sérülve, azokat is le fogom rakni. És nem viszem el magammal, mert szerintem feleslegesek. Ja, és srácok, most már itt tudunk a inventoringba craftolni, tehát sokkal jobb, mint hogyha oda kell szaladgálni mindig a crafting table-höz, úgyhogy ez nagyon király, nagyon tetszik. Elviszem az Engineer's Manuált, elviszem a Book of Shadows-ot, nem tudom, hogy mit kéne még elvinni, elviszem a goldokat, mert azt még nem nagyon sokat igen, találtunk. Igen, amiket így bányáztunk, és nehéz ózni. A zenyi ringotot, az is fontos. Szereztünk itt ilyen mutated fiber, meg heart, meg minden, ezeket nem viszem el, majd szerzünk belőle újakat. Na, nekem megtelt a hátizsákom, teljesen. Krisztián, próbáljuk meg túlélni még ezt az éjszakát. Ami nem lesz könnyű. És reggel, Krisztián, induljunk neki az útnak. Ki tudja, hogy hova fogunk oda, hova fogunk érni. De egy sokkal jobb helyre megyünk, az egyszer biztos. Ott áll mögöttem, ne fordulj ide! Neki futok háttal. Kitekeredett a nyakam! Ja, most fordultam volna meg. Csak pont egy, csak egy szembenézőzetbe voltam, és ezért nem tudott megfordítani. Haha, kicseleztem őt. Ja, de akkor kerül, vagy akkor fordít meg, hogyha neki mész hátul. Igen. Krisztián, kaptam, amikor bementünk az erdőbe, kaptam egy könyvet, és azt még nem olvastuk el. Elolvasod? Igen, dobd ide. Ez egy napló, Krisztián. 140. nap. A vér megködösíti a látásomat. Csöpög a kezemből a földre. Áttörtük a barikádokat. Könnyűszerrel. A fertőzés meggyengítette az ellenállást. Nem tudtak harcolni ellenünk. Nem ellenünk. Nem ellene. Ott térdel a holttesteik mellett. A csonttőre a kezébe. Összegyűjti a vérüket. Egy üvegcsében. Aha, szóval tekerünk a rendes, normális részhez, Krisztián. Egy fényes fény árad a szemeiből, és az vérontásra, ami körülöttünk folyik. Az a tekintete teljesen átjárja az elmémet. Egy, kettő. Ahogy kinyitom újra a szememet, már eltűnt. De érzem a jelenlétét. Szégyent érzek. És valami összetörik bennem. Úgy érzem, hogy a szolga testemről leszakadnak a láncok. És tisztán látok most már. Legalábbis... És ilyen össze-vissza krikszkraksz. Nem tudjuk meg, mi a történet vége. Bár a közepét se tudtuk meg, mert olyan értelmetlen baromság volt. Ja. Na, nagyjából baj. Értem, hogy mi volt. Azt mondta, hogy a Herobrine mindenkit lemészárolt. És azt mondta, hogy úgy érzi, hogy elment a Herobrine, de mégsem ment el. Mert nem tudta befejezni a nótot. Az azt jelenti, hogy megtámadta őt a Herobrine. És Máté, nem tudom észrevetted, de minket még egyszer sem támadt meg a Herobrine. Vajon mikor fog megtámadni? Nem tudom, de jobb, ha felkészülünk. És remélem, észrevetted, hogy világos lett. Tehát magunk mögött hagyjuk ezt a macsok fészket. Szegény csirkék ott maradnak, de nem baj. Mindegy. A Herobrine-nak jó kaja lesz. Úgyhogy kerekedjünk fel, és induljunk el a nagy világba. Vagy majd vágszol le a zenét, vagy nyomjam? Nyomjam tovább? Szerintem jobb, ha én nyomom, nem? Nem. Szerintem igen. Nem.